Közel egy hónapon át zajlott az érettségi az országban, a készségfelmérőket, azaz az osztályzat nélküli szóbeliket június 10-e és 27-e között szervezték meg az iskolákban, az írásbeli vizsgák pedig június 30-án kezdődtek, ez már központosítottan zajlott. Délelőtt a választott tárgyból adtak szint felkészültségükről, a tanulók szerint nem volt nehéz a tételsor. Úgy érzem, meg kell legyen, hogy 9-es körül. Milyen tárgyat választottál? Biológiát, igen. Nem találtad nehéznek a tételsort? Nem egyáltalán. Eléggé könnyű volt szerintem. Nem volt nehéz egyáltalán szerintem, tehát vártnál könnyebb volt. Mit választottál? Földrajzot. Hányas jegyre számítasz? Hát egy 7-es, hogyha ilyen nem bánnám, de ha még több, akkor annak is örülök persze. Volt könnyű a tételekben, de volt nagyon nehéz is szerintem. Mit választottál? Földrajzot. És hogy az egész érettségi hogy ment? Hát... úgy érzem, hogy jól meg lesz az átmenő. Székelyudvarhelyen a Kós Károly szakközépiskolában kialakított központban vizsgáztak a legtöbben, ezen kívül a Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban és a Benedek Elek Pedagógiai Líceumban bonyolították le az udvarhelyi és környékbeli diákok írásbeli vizsgáját. Az érettségi eddig zökkenőmentesen zajlott, mindössze két csíkszeredai diákot zártak ki, mert mobiltelefont találtak náluk. A megyei főtanfelügyelő Bartol Fedvik szerint nem természetes az a tény, hogy naponta több mint 100-an hiányoztak, beiratkoztak ugyan, de valamilyen ok miatt mégsem jelentek meg a vizsgákon. Az illetékes közölte, a dolgozatok javítása folyamatos, legkésőbb hétfő 12 óráig minden tanintézményben kifüggesztik az eredményeket, azután 4 órájuk lesz a diákoknak, hogy az esetleges óvásokat letegyék. A végleges fellebbezések utáni eredményeket pénteken kapják meg a vizsgaközpontok. Mint ismert, a tavaly a diákok felének sem sikerült az érettségie. Én úgy értékelem, hogy ez egy normális érettségi volt. Azt szeretnénk, hogy hétfőn, ugye, ahogy előírja a szabályzat, déli óráig, 12 óráig kifüggesztjük az eredményeket. 12 és délután 4 között, tehát 4 órájuk van a diákoknak, hogy megóvják a jegyeket, tehát hogy kérjék a dolgozatoknak az órajavítását. Sikertelen vizsga esetén a pótérettségire már ebben a hónapban be kell iratkozni. Az újrázás augusztus 19-én kezdődik, és eltart egészen szeptember elejéig.